Az evangélium Lukács írása szerint hetedik fejezet. Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus pedig elindult velük. Amikor már közel járt a házhoz, a százados eléje küldte a barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Ezért magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alárendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok az egyiknek menj el, akkor elmegy, és a másiknak jöjj ide, akkor az idejön. És ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor az megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz: Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Amikor a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Ezután Jézus elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta és így szólt hozzá: Ne sírj! Azután odalépett és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: Ifjú, neked mondom, kej fel! Erre felült a halott és elkezdett beszélni, Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el minnyájukat, és dicsőítették az Istent, és ezt mondták, nagy próféta támad közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla egész Júdeában és az egész környéken. Mindezt hírül vitték Jánosnak a tanítványai. Ő pedig magához hívatott a tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az úrhoz ezzel a kérdéssel. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor odaértek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták. Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus abban az órában sokakat meggyógyított betegségükből és bajukból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik. Menjetek el, vigyétek hírű Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, Süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor János követei elmentek, beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Széling tanát átszállat látni. Ugyan miért mentetek ki? Finom ruhákba öltözött embert látni hiszen akik drága ruhákat viselnek és fényűzően élnek, azok a királyi palotákban vannak. Ugyan miért mentetek ki? Profétát látni? Hát bizony mondom nektek, még profétánál is nagyobbat. Ő az, akiről meg van írva, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül senki sem nagyobb Jánosnál, de aki a legkisebb az Isten országában, nagyobb nála. Az egész nép, sőt még a vámszedők is hallgattak rá, és igazat adtak Istennek azzal, hogy megkeresztelkedtek János keresztségével, a farizeusok és a törvénytudók azonban elvetették Isten akaratát azzal, hogy nem keresztelkedtek meg általa. Kihez hasonlítsam tehát ezt a nemzedéket? Kihez is hasonlók? Hasonlók a piacon ülő gyermekekhez, akik azt kiáltják egymásnak: Zenéltünk nektek, és nem táncoltatok, síratót mondtunk, és nem sírtatok. Mert eljött keresztelő János, aki nem eszik kenyeret, nem iszik bort, és azt mondjátok, ördög van benne. Eljött az emberfia, aki eszik és iszik, és azt mondjátok, íme falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. De a bölcsességet minden bölcs igazolja. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék nála. Ő bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: Ha ő próféta volna, tudná, miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szólt: Mester mond! Jézus ezt mondta. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50-nel mivel nem volt miből megadniuk, mindkettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki. Helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábam megmosására, ő pedig könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta: Megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között, Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz. A te hited megtartott téged, menj el békességgel.